És most indul a Sláger reggel. Három perc van egyet, hét, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással és a mínuszokkal, bocsáli azt írja, hogy náluk mínusz 9 van. Annyi volt a 15 kerbe is, bizonyám. 15. kerület csillagom. 15 jó, olaszba kicsimmel. Három perccel múlt negyed, hét, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Iszonyatosan jó volt ez az indítás, tudod, Dua Lipa és az Alexandra Burke, wow, hát ha erre nem kellnek fel, ami drága hallgatóink, akkor nem semmire. Akkor annyit tudunk segíteni esetleg, mert hogy Rozála azt kérdezi, hogy Tomi, tudod ugyanolyan lelkesen mondani, hogy hétfő, mint a pénteket? Hát persze, hogy tudom. Hétfő van, és ez jó. Karesz azt írja nekünk, szép reggel, drágáim, vidám hetet mindenkinek, köszönjük szépen. Aztán Tünde is írt nekünk, szép jó reggelt, fiatalok, jó volt hallani a hangotokat most is, köszönjük szépen, édes vagy. Hát, szép új hetet kíván. Szép új hetet kíván, igen, mert a Tomi már olyan vidáman mondja el a közlekedési infókat is, hogy már arra felébrednek szerintem. Muszáj, hát most ezekkel lehet keseregni, hogy egyébként hol javítják a csatornát, az út burkolatot, stb. Jött egyébként közben egy közlekedési info, az Árpád Fédelem útján a Nagyszombat utcánál egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, úgyhogy ott legyenek óvatosak. Most megnéztem, hogy mínusz 7 fokos a reggelünk Budapesten, viszont egy nagyon durva dolgot ír Laci V8. Jó reggelt, üdvözlet Katowicéből. Jaj, oda úgy szeretnék elmenni egyszer, mert végre elállt a havazás, mínusz 17 fok van, és tovább hűl, ahogy közeledik a napkelte. Azért az combos. Mínusz 17. Mínusz 17, az nem vicc, mondjuk. Igen, nálunk reggel ez a mínusz 9, én annyiban indultam el, és láttam, olyan érdekes volt ez a tegnap délutáni esti havazás. Olyan lett, ugye már akkor is nagyon hideg volt, olyan lett, mint amikor ez a műhó van. Ilyen, mint a díszlet belennél. Olyan furcsa volt a hó, ahogy esett is, meg ahogy meg is maradt. Úgyhogy reggel néztem, már mondom, lehet, hogy csak annyi lesz, hogy le kell fújni a kocsiról. Hát annál egy kicsit kaparósabb volt a hangulat, de hát, fú, és azért nekem, hát nem augusztus 20-ával, de mondjuk úgy, nem tudom, ilyen október vége felé azért én már jéggel alsózom. Igen, tudom. És, de én nem tudom, valahogy nekem az olyan jó lesik. Hát, hogyha meg jó, akkor miért vonjam meg magamtól ezeket az élményeket, és kézzel, de reggel nem találtam a jéggel alsót, hát mondom, hogy nem kapcsolok lámpát, mondom, szegény Dóri, hadd aludjon, és jéggel alsó nélkül jöttem. Jézusom, pont ma. Mínusz 9-be, te ma van a leghidegebb szívem eddig. Ráültem a bőrülésre. Mint hogyha a szekéren a bakra ültem volna föl, tehát Jézus Mária. Leültem, és így, jajt! Hú, a szemem is befagyott. Pontyó azt írja, hogy náluk fóton mínusz 9 fok van. Amúgy tessék nekünk megírni, hogy itt a vételkörzetünkben hány fokot mérnek otthon. Mert hogy kíváncsiak vagyunk rá, hogy hol van most tényleg a leghidegebb. Ugye Pest megye, Komárom, Esztergom, Fejér megye, de máshonnan is írhatnak, mert tudjuk, hogy például Roni nevű hallgatónk, állandó hallgatónk Izraelből szokta megírni, hogy náluk éppen milyen pluszok vannak. Igen, ott nagyon mínuszok nincsenek. Valószínűleg nem ő fog nyerni ebben a versenyben, igen, hogy kinél van a leghidegebb. Luftballon pedig azt írja, hogy defekt kerékcsere. Fagyos, de vidám, jó reggelt. Ja. Én amikor jöttem be a Kóskároly sétányon, egy F-asztra ott állt így a bicikli útnál félreállva, és láttam, hogy gyalogol valaki. Először azt vettem észre, hogy egy ilyen keresztkulcsa gyalogol így a hóna alatt valaki az autó fő, és néztem, mondom, hát ő vajon merre sétál, és akkor megláttam az autót, ami vészvilogóval így félre volt állva, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy Luftballon ő volt, tehát, hogy most így beazonosítottuk. Hogyha valaki mondjuk lát valakit, aki ilyen hidegbe szegényem, kereket cserél, vagy nem tudom, legalább álljunk meg, kérdezzük már meg, hogy tudunk-e neki segíteni, mert azért ez így kellemetlen. Azóta én nagyon siettem, tehát jó, hogy hát akkor veszik, nem nyilván... lett volna most így reggel. Igen, te nem tudsz, de hogy azért biztos vannak olyanok, akik mondjuk azt tudják mondani a főnöknek, hogy ne haragudj, bocs, de segítettem valakinek, mert te ezt itt nem tudod mondani, mert akkor tényleg nincs adás. Hát, tudom mondani, csak később. Hát igen. Az a baj, hogy igen, egy kicsit megcsúszunk időben. Sláger reggel! 4 perc múlva fél hét, jó reggelt kívánunk a kartszárnyú delfin idomára, vagy síelő Pordán Petrával. És Viktorin Tamással, akinek picit megnőtt a haja, ezért ma már fodrászhoz kell mennie. Na jó, de hát neked egy tök jó szetted van. Én meg pocsékul nézek ki. Neked hosszú a hajad, nem nézel ki pocsékul, csak most nem tudtam megdicsérni rajtad semmit. Komolyan? De haragudj. Nem tudtam megdicsérni semmit, ezért inkább azt mondtad, hogy el kell menjek fodrász, az egy borzasztó. Mert erről beszélgettünk az előbb, és ami drága hallgatóink, annyira édesek, aranyosak, megírják nekünk, hogy náluk hány fok van, mert ugye itt Budapesten mínusz 7 fokos a reggelünk, de mára mondták a leghidegebbet. Tündéjéknél például Esztergom kertvárosban, ahonnan ír nekünk, mínusz 14 fok van. Igen, ő viszi a prímet egyelőre. Zoli azt írja, sziasztok, én is fotról, de az Öreghegyről indultam, ott mínusz 12 volt fél hatkor.
Hát szombos, igen. Jó, kiderült, hogy Luftballon nem a Kóskároly sétányon állt, hanem a Újpalotán, úgyhogy onnan, és ott mínusz 9 volt egyébként, mert ugye írta, hogy defektje volt. Zsolti üzenete, indultam Szegedről, ott mínusz 11 volt, Dabasnál mínusz 12, az M0 szinte kánikula, ott mínusz 9 fokos a reggel. Ja, Viki Dunavarseny van, ott is mínusz 9. Attila a városból azért egy kicsit barátságosabb. Na, az bár, jó. Hát, igazából már szerintem ez a mínusz 6 vagy mínusz 9 az már olyan mindegy, igen. Nem? Tehát, hogy ott már olyan nagy differencia nincsen szerintem úgy hőérzetre, mert hogy mínusz 6-ot írt, igen. Így van, és Szentéről Szabolcs azt írja nekünk, Nógrád megyéből, hogy ott náluk mínusz 13 fokos de a jó. Reggelük. Szente. Hát szép. A mínusz 14-edig a legdurvább Esztergomban. Pedig azt gondoltam volna, hogy valahogy Esztergomban ott jobb idő van. Hát a fene tudja, lehet, hogy azért még ott a Duna is segít egy kicsit benne. A franc tudja, hogy most ott hogyan alakultak a felhők. Valószínűleg ugye csillagos volt az ég. Tehát azért az olyankor sokat tud dobni. Igen. Hát a hőérzeten is. És hát a kihűlés is nagyon veszélyes. Ugye beszéltünk arról, hogyha az utcán látnak valakit, aki látszólag ugye valamilyen krízis helyzetben van, akkor mindenképpen kérjenek segítséget, és azonnal hívják a mentőket, mert tényleg nagyon hideg van. Tehát a hétvégén ugye túrázókat is le kellett hozni a Pilisből, mert ugye egy hölgy, egy 53 éves nő az Üröm-Pilis-Boros-Jenő határában lévő Nagykevé előterében fekvő ezüst hegyre felvezető piros jelzési turistaúton sérült meg. Hát valami bokaficam, vagy lehet, hogy szalagszakadás, igen. Vagy valami hasonló történhetett. És hát nem nagyon tudott lábra állni. És azért ez igen nagy probléma, hogyha valaki úgy jól elcsatangol, és valószínűleg egy gyakorló túrázó hírében állhat, mert azért úgy szerintem itt télen úgy nem vág neki az ember ennyire a hegynek. Ó, de hogy nem. Tudod, igen? Milyen sokan voltak mindenhol? Aha, mi azért kerestünk olyan helyet, majd később elmesélem, ahol tényleg kevesebb emberrel találkozunk, őrült sokan indultak el, hogy egyáltalán havat lássanak. Ja, és akkor ott könnyedén előfordul az, hogy mondjuk egy a Pilisben rengetegen vannak ilyenkor, igen. De az a jó, hogy segítettek rajta, és két barlangi mentő rögtön kiért a helyszínre, elsősegélyben részesítették, és ami nagyon fontos volt, ugye nekik vannak ilyen tök jó melegítő takaróik, amik ilyen speckó takarók, igen, és akkor igen, azzal igen, addig igen. Muszáj őt szegényt melegíteni, mert hogy ugye a földön ül, tehát hogy ne a hóban üljön meg a ruhája. Nyilván azért látszott a ruházatán, hogy ő rendesen fölöltözött, tehát valószínűleg tényleg gyakorló túrázó, csak az mennyire rossz már, amikor elmész túrázni, jól akarod érezni magad, aztán puff, kimegy a bokád. Hát igen, és nagyon nem is egyedül volt, de hogy akkor is, tehát az egész társaságot ott, hát akkor gyerekek, most ez van, hogy ide le kell üljek, és meg kell várjuk, és segítséget kell, hogy hívjunk. Igen. Hát az is azért egy idő, ami kiérnek, tehát hogy oké, hogy van ez az izolációs takaró, vagy ez a buborék fólia, meg nem tudom, mivel ott le lehet őt szigetelni. Na de hát mire odaér, szóval, hát ez az... és akármennyire fel vagy öltözve, tehát hogy ilyen Amundsen szedbe mehetsz azért túrázni, hogyha ülsz a csontáfagyott földön, hát szóval azért az nagyon kemény, és ott tényleg hamar ki lehet ülni. És hát nem csak túrázni mentek az emberek, hanem voltak olyanok, akik korcsolyáztak is, vagy bemerészkedtek, vagy rámerészkedtek a velencei túra, mert hogy az teljesen befagyott, illetve sajnos beszakadt a jég is, egy 15 éves lány és a kutyája alatt Székesfehérváron, úgyhogy a hírek után majd ezzel folytatjuk, és Dóka Imrével is beszélgetünk, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével, mert hogy én például arra kíváncsi lennék, hogy mikor mehetsz rá egy túra. Tehát te civil emberként hogy tudod azt megállapítani, hogy mondjuk milyen vastag az a jég? Hát nem látod. És nem tudom, az a baj, hogy mi az, ami már, mert én például, amikor így rámegyünk befagyott óra, akkor tényleg mindig azt nézem, hogy már ilyen nagyon-nagyon vastagnak tűnő, de a hát szélére merek, hát akkor is csak rámenni. Hát alig látod. Tehát igen, ugye hogy mondjuk, honnan hát legalább 10 centi legyen. Hát most kimegy az hogy? Ember ízébe fúróval, és igen. Akkor ott megnyitóló mérővel, szóval azért az úgy elég meredek, igen. Ez a Sláger reggel. 4 perc múlva 3:47, jó reggelt kívánunk Portán Petrával. És Viktorin Tamással, és a mínusz 7 fokos reggelünkkel itt Budapesten, mert hogy itt nálunk ennyit mérünk. A Sláger FM Facebook oldalára is kitettünk egy posztot. Ide is megírhatják nekünk, hogy otthon hány fokos a reggelük, és azt is, hogy hol hallgatnak minket, mert tényleg kíváncsiak vagyunk arra, mert elvileg ezen a télen eddig ez a leghidegebb nap. Igen, ám, hát ahogy nézem egyébként az üzenetekből is, ez leginkább ez derül ki. Reggel azt írja, indultam reggel 5-kor, Gyermelyről mínusz 12 volt, Budaörsön a pályán mínusz 9. Beértem a városba, mínusz 5 lett. Ölellek titeket, a legjobbak vagytok, puszireni. De aranyos, köszönjük. Klára is írt nekünk, jó reggel, drága Petra és Tomi, Tökörről jelentem, mínusz 11 fokos a reggel, szép napot nektek, nagyon szépen köszönjük. Ott is azért olyan jól tud húzni, ugye ott van az a szép nagy ilyen sík rész, igen. Tehát hogy ott szerintem, hogyha ott, ott szép csillagos az ég, akkor ez olyan úgy ránézésre és olyan recsegős, vacogós a reggel. Így, igen. És hogyha még egy kicsit elindulunk mondjuk ugye a Balaton felé, akkor pedig ott a velencei tó. Tegnap délután például ugye már megjöttek
sőt, talán még délelőtt rakták ki a Facebookra, számos internetes oldal megosztotta, hogy jaj, már elő a korcsolyákkal, de jó, lehet menni a velencei tóra, mert hogy teljesen befagyott. Ugye ez tök jó, jaj, de jó, hát lehet menni korizni. Mondjuk olyan szél volt egyébként ugye az elmúlt héten, hogy nem biztos, hogy ott ezzel tényleg az a glatt tükör, igen, igazán jól korcsolyázható jég van. Hát ezen felül még azért más is volt, mert hogy délután este már arról szóltak a hírek, ugye, hogy a Székesfehérváron ugye egy 15 éves lány alatt, illetve a kutyája alatt beszakadt a jég, és ki kellett őket menteni, szegényeket, még a lány úgy, ahogy ki tudott mászni, de hát a kutyus nem nagyon tudott ott a jégre fölkapaszkodni, úgyhogy az Országos Katasztrófa Védelem üzembe helyezte magát, és most is már reggel, mert hogy itt van velünk a helyettes szóvivő Dóka Imre. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hétvégén mennyire küzdöttetek azzal, hogy az emberek már próbáltak egy pici jégre is rámenni bármelyik tónál, amelyiknél mondjuk már látták azt, hogy jó, ez befagyott, rámehetünk? Szerencsére nem volt jellemző, viszont azt ugye tudni kell mindenkinek, hogy napokon át tartós, erős mínuszoknak kell lenni mind éjjel, mind nappal ahhoz, hogy egy állóvíz biztonsággal befagyjon, és ugye az is fontos elmondani, mielőtt itt a kutyamentés részleteire átmennénk, hogy a minden tónak van egy tulajdonosa vagy üzemeltetője, neki a felelőssége az, hogy amikor már tartós mínuszok vannak, és meghízott kellően a jég, egyébként egy ilyen 8-10 cm már kellő biztonságot, nem mondom, hogy ha vastagabb, nyilván nagyobb biztonsággal lehet rajta esetlegesen majd korcsolyázni, de hát jelen pillanatban a hazai tavak erre alkalmatlanok, hiszen csak jégkársák, vékony jégfelületek vannak, ahogy azt a szombat délutáni beszakadt hártyás jég is jelentette, akár a kutya, akár pedig a tulajdonos a számára. De ott mi történt pontosan? Segíts nekünk kicsit eligazodni, kérlek, hogy a kutyus rászaladt a jégre, a gazdi meg próbálta kimenteni, vagy? Így van, így van. Hát egy sóstó körül ott a városban lévő kisebb tó körül egy sétányon sétáltatta a kutyát, amikor a kutya beszaladt magára a befagyott vagy félig befagyott vízfelületre, és a gazdi próbálta menteni, de ő alatta is ugye nyilván beszakadt a jég. Ugyanakkor szerencséjük volt, hiszen itt ez a part szakasztól néhány méterre volt, és itt segélyebb volt a víz, tehát szerencsésen úszták meg ezt a fajta balesetet. Ugyanakkor a kislány ugye ki tudott jönni, nagyon helyesen járt el, hiszen ott akik látták a balesetet, kocsiba rakták, meleg kocsiba, és hívtak segítséget. A kutya viszont nem tudott kijönni. Ide érkeztek a tűzoltók olyan speciális eszközökkel, hogy ki tudják a kutyát menteni a befagyott víz felszínéről. Mentőlétra, gólétra, mentőkötél segítségével tudtak bekúszni, és hogyha valaki látta a képeket, akkor jól látszik rajta, hogy ha valaki bajba jut hasonló helyzetben kerül, akkor mindenképpen minél nagyobb testfelülettel feküdjön fel a befagyott víz felszínére, és az is fontos, hogy ne essen pánikba, ne kezdjenek kapálózni, hanem őrizze meg, ezt nehéz így mondani, hát a igazságát. És egyébként a szombati kutyás posztai Tomi is mondta, hogy kiraktuk a közösségi felületünkre. Egyébként volt néhány évvel ezelőtt, én azt mondanám, hogy 2 évvel ezelőtt, mondjuk az közvetlen szilveszter után volt, egy labrador, az itt Pest megyében a Pécel határában a Csúnyatóba került bele, és hasonlóképpen járt, mint a mostani kutyus, és ő is szerencsésen megúszta a balesetet, de az a kutyamentés például a külföldi sajtót is nagyon felkavarta, tehát még amerikai híradók is beszámoltak róla. Ezt ugye említetted, hogy minden tó, illetve valami ilyen fajta vízfelület egy adott tulajdonoshoz tartozik, tehát az ő felelőssége az, hogy most ezen a tavon lehet-e korcsolyázni. Most mondjuk, hogyha a velencei tó részét nézzük, vagy például egy Székesfehérvárnál. Tehát értem én, hogy az ő felelőssége, de ez ki van táblázva? Vagy, így, vagy van, így van. A tónak a tulajdonosa vagy üzemeltetője. Ez lehet egy önkormányzat, lehet egy horgászegyesület. Ők jelölik ki, vagy jelölhetik ki a sportolásra alkalmas vízfelületet. Gyanítom egyébként, ahogy az időjárási körülményeket, illetve a Celsiusokat nézzük itt akár a hétre, mert most ugyan röpködnek a mínuszok, de ugye a hét második felére már enyhülést jósolnak. Ehhez pedig ugye az kell, hogy mondjuk tartósan egy hétig mondjuk ilyen -5-6 fok legyen átlagosan az egész nap folyamán.
és néhány nap után tud annyira meghízni a jég. Ugye itt fontos az is, hogy amikor kijelöli mondjuk majd esetlegesen a üzemeltető vagy tulajdonos, ugye ő léket vág, megméri, biztonságos, akár ki is jelöli a pályát, ahogy egyébként ez szokott lenni, akár a Balaton egy részén, vagy bármilyen olyan állóvizen, ahol már évek óta bevett szokás, akkor fontos az, hogy ne egyedül menjünk, és figyeljünk a másikra, legyen feltöltött mobiltelefon nálunk, és legyünk tisztában azzal, hogy azért ez egy élő vízfelület, tehát ennek lehetnek alul olyan források, folyások, amelyek további vékonyítják az egyébként vastagnak tűnő jégfelületet. Tehát lehet akkor az alapkoncepció, hogyha nincs kiírva, nincs kijelölve, hogy itt lehet korcsírozni, akkor tilos. Igen. Tilos. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, Dóka Imrével, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és biztonságos napot, hetet kívánok! Köszönjük nektek is! Szia-szia! Ez a Sláger reggel! 4 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. Viktorin Tamással és a Minuszokkal. Most jelen pillanatban szerintem valami havas dal kellett volna, nem a süt a nap. Hát nem baj, úgy szívünkben belül valahol mélyen süt a nap. Igen. A Sláger FM Facebook oldalára kitettünk egy posztot, ugye odaírtuk, hogy nálunk most mínusz 7 fokos a reggel itt a Márvány utcában Budapesten, és rengetegen írnak nekünk. Például Gyula azt írja, hogy jobb lett volna ki sem kelni az ágyból. Igen, ezt is meg tudjuk érteni. Viszont Vinnie Gabe üzenete a következő. Vinnie Gabe, you know. Ceglét-Bercelen most mínusz 12 fok van jelenleg, de a hőérzetem mínusz 20 fok enyhe széllel. Az sokat tud segíteni. Az nagyon. Igen. Krisztián, jó reggelt, Érd mínusz 10,5. Jaj. Az is finom. Jó, alakul. De ez mondjuk tényleg, tehát egy kis szél van, azért az drasztikusan lerontja ezt. Igen, Tolnában mínusz 10 fokos a reggel, és Kiskunmajsáról Arnold azt írja, hogy náluk is mínusz 10 fok van, minden reggel minket hallgat, nagyon tündér vagy, köszönjük szépen. Daranyos, köszönjük. Hát, ahogy nézem, megvan a rekorder. Na, eddig. Mennyi? Méhes Tomi, Dorogról ír nekünk. Mínusz 14,5. Ne idegesíts. Azért az komoly. Jézus Mária. Fotozz már le a hőmérőt. Egyszer, amikor még gyálon laktunk és mentünk haza, akkor volt mínusz 16 fok, és mikor hazaértem, azt neked már múltkor meséltem, akkor sírva fakadtam, annyira fáztam, mert a busz megállótól ugye haza kellett még sétálni, és ez egy ilyen 15-20 perces út volt, és teljesen kiborultam. Rettenetesen hidegnek éreztem. Igen, tehát akkor már minden alkatrészed fáj, tehát hogy tényleg, ami, tehát orr, fül, ha esetleg kilóg sapka alól, vagy mondjuk az orrod általában kilóg a sapka alól, jobb esetben. Igen. Tehát, hogy, igen. Nem láttam még olyan sapkát ami hát, olyan, tehát be lehet annyira húzni, csak akkor nagyon fáj, amikor neki mész a villanyoszlopnak például. Az. Tehát ugye az, a baromira kell vigyázni, igen. Nekem a mínusz 18 volt, amikor Jászberénybe mentem le, ott volt mínusz 18, és tudom, hogy mit 5 percet sétáltam a kocsitól az egyetemig, meg azt hiszem kiesik. Ja, fogtam a dossziét a kezembe, de így egyenként fejtettem le az ujjaimat. Azért az úgy nagyon combos. Igen, és ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy mi mennyire kis kriplik vagyunk emberek, tehát hogy az őzikék, az összes állat ott a hidegben, a hóban ott alszik, él, nem tudom, és ezt próbálom mindig elképzelni, hogy hogy lehet ez így. Tudod, mi a jó, amikor egy ilyen 3 fokban látod, hogy megfürdik a madár. Igen. Ezt hogy bírja ki, igen. Lehet jobban vannak összerakva mindig. Hát igen. Picit, na, meg a jó meg tudja rázni magát, lepereg róla a víz. Na, mi is megrázunk magunkat, hírek útinfók, és már is itt vagyunk. És most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 7 óra múlt 7 perccel, ez a Sláger reggel Viktorin Tamással és Pordán Petrával. Forongtak a veresegyháziak és a facebookozók is, amikor kiderült, hogy egy fiatal veresegyházi mozgássérült fiúnak ellopták a bicikliét. A sztori viszont azért jó irányba fordult, már is ezzel folytatjuk. Már is 4:80, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Van közlekedési info, a 11-es főúton Szentendrén a 22-es kilométernél egy személyautó balesete miatt a félútpályát lezárták, torlódásra is megnövekedett menetidőre számítsanak. Tehát Szentendrén befelé legyenek nagyon óvatosak. Hát ne csak ott legyenek nagyon óvatosak, úgy egyébként mindenhol. Ugye kértük a kedves hallgatókat, hogy ugye írják meg, hogy reggel mire ébredtek, a hőmérő mit mutatott, és abszolút András viszi a prímet. Mínusz 18,2 Celsius. Gazdagrét, 10. emelet, mélyhűtő. Ja jó, köszönjük szépen. Még jó, hogy nem olvad ki semmi. Igen. Igen, de azt hiszem, akkor ez a mínusz 14,3, ugye? Az volt, ami a csúcs pontosan, volt. Így van. Igen, wow.
Hát csúcsnak nehéz nevezni a következő hírt, amivel foglalkozunk, mert hogy hihetetlen pofátlanság volt az, ami egy veresegyházi mozgássérült fiúval, Vince Márióval történt, akinek a mozgását segítő bicikliét ellopták. Ezzel pedig olyan népharagot váltott ki a tolvaj, hogy egész Veresegyház és rengeteg facebookozó is összefogott, hogy előkerüljön a kerékpár. A vonalban pedig itt van velünk Vince Mário. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello! A Sláger FM Facebook oldalán is megosztottuk a képet a bicajodról, ami ugye neked azért kell, azért fontos, mert hogy ez segít abban, hogy mondjuk kevesebbet kelljen a lábadat használni, és azzal eljutni a busz megállóba, és aztán... Igen? Nem, mondjad. Igen, és hogy ugye aznap is, amikor elvitték a bicajodat, akkor is szépen leparkoltad ott, ahol szoktad, na de hol az az ott, ahol szoktad? Veresegyházon a Csonkás buszmegálló mögött van egy tábla. Aha. És oda szoktad letenni a bicajt. Igen. És akkor onnan közlekedsz tovább busszal, ugye? Így van, igen. És akkor megérkeztél, gondolom, visszafelé menő ágban, és a biciklinek hűlt helye. Ott tehát gondolom, kikötötted, tehát le volt zárva a bringa lánccal. Le volt zárva, igen, egy elég vastag zárral, igen. Aha. És nem találtam ott, ugye csak a lezárónak a maradványát. Aha. És azt pedig láttuk a Facebook oldaladon, hogy nagyon ügyesen megosztottad, hogy mi történt, tehát hogy így legalább minél több emberhez eljusson, és egész Veresegyház gyakorlatilag összefogott azért, hogy megtalálja a te bringádat, hiszen téged ott nagyon szeretnek. Igen, mert Veresegyház egy nagyon összefogó közösség, meg ugye a rendőröknek is köszönhetem, hogy nagyon hamar megtalálták a kerékpáromat. De egyébként jó állapotban lett meg, tehát hogy használható, nincs rajta semmi sérülés? Jó állapotban lett meg, csak ugye hiányzik róla egy-két csengő, első-hátsó lámpa, meg az ülésem alól egy kis táska, meg a tartomat is kicserélték. Komolyan? Igen. Mennyi idő alatt lett meg a tettes? Egyébként hány nap alatt találtátok így meg a közösség erejének köszönhetően? Hát szerintem egy 3-4 nap alatt. Jaj, de jó. Hát igen, mert azért egy bringát viszonylag egyszerű hát ellopni is, kettő, hogy mondjuk elrakni akár a fészerbe, bedobod vagy bárhová, tehát igen. Hogy azért azt hogy előkeríteni, az nagyon nehéz ügy. Mit éreztél, amikor mentél vissza, és láttad, hogy nincs ott a bringa, mert azért ez egy nagyon rossz érzés. Hát nagyon szomorú voltam. Összetört bennem valami. Meg milyen régóta használod ezt a bringát? Mert azért gondolom, hát, már a szívedhez 2017 nőtt. Óta van meg, ugye. Az őrsözőt élem vettem meg. És 2017 óta használom. És azért azt mondjuk el a hallgatóinknak, hogy miért olyan fontos neked ez a bringa, hiszen a közlekedésedet segíti, ugye? Így van. Ugye nekem van egy genetikai betegségem, az STG11, és ez 12 éves koromtól kezdődött. Ami azt jelenti, hogy? Hogy elkezdtem így fokozatosan egyre rosszabbul menni. A lábadat érinti, ugye? Tehát ezért nagyon igen. Nagy segítség neked a kerékpárod. Igen. És ezért is van rá szükséged, és nyilván ezt ott nálatok Veresegyházon mindenki tudja, hogy neked a bringa az tulajdonképpen olyan, mint a meghosszabbított lábad, ugye? Igen, mondhatjuk így. Hát nyilván egy nagy segítség. Hát Mário, annak örülünk, hogy meglett a bringa. Igen. És hát szerintem a te bringádhoz a folytatásban senki nem mer hozzányúlni. Őszintén nagyon reméljük, bízunk benne. Meg senkihez, de a tiédhez főleg. Köszönjük szépen, Mário, hogy beszélhettünk veled. És nagyon szép napot. Köszönjük szépen, neked is, vigyázz magadra. Mário egy nagyon édes fiú egyébként. A Sláger FM Facebook oldalára is kitettünk róla a képet, illetve a bringájáról, ami tök jó, hogy meglett. És tényleg egészen elképesztő, ahogy az emberek összefogtak. És nekem nagyon tetszett az, ugye mi is úgy botlottunk bele, hogy nem csak a veresegyháziak, hanem már mindenhova eljutott gyakorlatilag az ő posztja. Ez a Sláger reggel.
Három perc múlva 7:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Vince Márióval beszélgetünk az imént, ugye Veresegyházon él, és ellopták a bicikliét, ugye ő egy mozgássérült srác, tehát hogy neki nagyon fontos, hogy ő biciklivel tudjon közlekedni, és el tudjon a lakóhelyétől menni a buszállomásra, és onnan tudjon ugye menni akár dolgozni például, tehát neki nagyon fontos, és hála Istennek, hogy megtalálták a tolvajt, illetve a bicikliét is, úgyhogy visszakaphatta, hát mondjuk a csengő, meg lámpa, meg stb. Azok eltűntek róla. Gratulálunk hozzá. Na mindegy, meglett a bringa, mondjuk legalább ennek örüljünk. Így van, a Sláger FM Facebook oldalára is kitettünk egy posztot Márióról és az ő bringájáról, és azt írja ide Melinda, néha fura dolgokat tudnak lopni. Az Országos Mentőszolgálat oldalán is olvastam, ugye korábban, amikor mentőautóból loptak el orvosi műszert. Nem tudom, hogy mit hitt a tolvaj. Igen, egyébként ezeket én... Egyszerűen föl nem foghatom, hogy ilyet hogy tud csinálni az ember. Hát a GPS-eket is kilopták, arra is emlékezhetünk, az is már igen. Egy régebbi sztori talán, de volt miért olyan, hogy a mentőből kinyitja az autót, hú, de jó, hát akkor izé kiveszem. Amíg ők egyébként meg dolgoznak és életet mentenek. Tehát, és még hogy... azt írja Melinda, hogy a szüleim lépcsőházában egyszer a lábtörlőket lopták el a lakások elől. De nagy biznisz. Nemrég pedig apukám autójáról az egyik visszapillantó tükröt lopták el. De hogy ezt letöri, és hazavisz, és fölrakja nyakláncnak, vagy mit csinál vele? Jó pofa. Igen, egy balos visszapillantó tükör. Miklós azt írja, én tőlem úgy loptak el bringát, hogy közben beszélgettem valakivel, 3 méterre volt, de nem lett meg a bringa. Hát igen, én is azért, én még amikor egy bringával sokat jártam a városba, én is beültünk egy kávézóba, valami, mindig úgy raktam le a bringát, hogy, hogy tehát tehát folyamatosan lássam a bringát, uh-huh. Mert hát tényleg, ami nem izzik és nincs lebetonozva, azt viszik. Nem, ez döbbenet. A Sláger FM Facebook oldalára posztunk alá is várjuk továbbra is kommentben, hogyha esetleg a bicikliüket, vagy az autójukat, vagy bármi mást elloptak, akkor mi történt pontosan? Hát azt hiszem ez a lábtörlő sztori azért. Ez nonsense. Ez igen, illetve SMS-ben is jöhetnek az üzenetek 06 30 30 95 8. Hírek, útinfok, és már is jövünk vissza. Ez a Sláger reggel. 3:03, 4:48, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. Viktorin Tamással. Illetve Vince Márióval, akivel beszélgettünk még az előző fél órában. Egy veresegyházi srácról van szó, aki mozgássérült, és a bringáját ellopták az autóbuszállomásról. Egész egyszerűen oda mentek, és elfűrészelték a láncot. Halálos nyugalommal, majd eltolták a bringát. És ugye 3-4 nap alatt lett hála meg a bringa. Hála jó égnek, erre igen, jó a Facebook, de... látod? Hát, ha másról nem is, igen. Erre ezekre a dolgokra jó. Tök jó és hasznos. Hogy... És Márióról kitettünk egyébként képet, meg a bringájáról is a Facebook oldalunkra, és hát rengeteg sztori érkezik. Gyula például azt írja kommentben, nekem már több mint 10 éve lopták el a biciklim, amit pár nappal előtte újítottam fel. Így a tolvaj nagyon jól járt vele. Sajnos az a kerékpár nem lett meg, de már nem aggódom a lopás miatt, ugyanis van már GPS a kerékpáromban, na meg az sem utolsó szempont, hogy elég egyedi lett. Nagyon jól néz ki a bringád, ugye posztban itt megmutatta nekünk, és igen. Aztán Dóra azt írja, sziasztok, az én bringám a gyerekkoromban anyukámék kertjéből a lakáshajtó elől nyúlta le valaki, sose lett meg. Tehát itt fogta magát, átugrott a kerítésen, ha jól értem, nyilván nem egyedül volt, az egyik kiemelte, a másik meg ott volt a másik oldalon, és hát akkor átvette tőle. Egyedül, vagy nem tudom, átdobta a kerítésen. Én nem tudom, az hát egész egyszerűen el nem tudom képzelni, tehát hogy nem, hogyha hecből, vagy nem tudom, fogadásból, tehát hogy én biztos, hogy nem mernék, tehát hogy az valahogy... Nem, ők szerintem nem hecből csinálják, ja, nem. Eladják, nem? Persze, egyértelmű, igen, csak azt mondom, hogy nyilván nem szorulok rá, hogy lopjak egy biciklit, mert mondjuk nem tudom, kenyérre kell, de hogy tehát, hogy egész egyszerűen nem tudom beleképzelni magamat abba a helyzetbe. Hát, ami Tünde ír például, a telómat tépték ki a kezemből a villamoson. Borzalmas napjaim voltak utána. Tehát, hogy ráadásul még, hogy ott vagy, tehát látod. Veled történik. Szóval ez anyukámmal is ez megtörtént. Ő a metrón ült, és én azt hittem, hogy ilyen csak videón létezik, meg filmekben, meg nem tudom, nem. Ahogy zárodott az ajtó, kikapták a kezéből, mert szélen ült, és pont éppen valamit pötyögött a telefonjába, kikapták a kezéből, és el is ment az ember, és semmit nem lehetett csinálni, és az édesanyám, amilyen állapotban megérkezett hozzánk, ugye nem tudott felhívni, meg semmi, tehát megérkezett hozzánk egyszer csak úgy, hogy na, uram Isten, mi történt veled? Te teljes sokban. Hát ez hihetetlen. Attila egyébként azt írja még a Facebookon a posztunk alá, hogy ha kifejteném a véleményem ezzel kapcsolatban, akkor sajnos a Facebook 30 napra letiltana, mert sérteném a bűnözők érzékenységét. Igazad van. Tökre igazad van. Dri pedig itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Honnan telefonálsz, Dri? Zuglóból. Zuglóból. Aha, és nektek a babakocsitokat vitték el, ugye?
Igen, igen, egy hasznos kárszos társasházban laktunk, és a kaput az zártuk éjszakára, csak valamiért, nem tudom, lusta voltam fölvinni, vagy berakni, mert a ajtó, tehát a lépcsőházban tartottuk az a kocsit, aha, de akkor valamiért nem vittem be, és akkor reggel mentünk ki, és mondtam, hogy nem tudom, milyen lelki világa van annak, aki a baba kocsit ellopja. Hát ez... Igen. Hát onnantól kezdve legalább gyalogolt a gyerek, szóval. Édesem! De tényleg kiviszel egy baba kocsit? De tényleg, tehát hogy ezzel gondolkozni, és úgy, hogy be kellett mászni, tehát nem azt mondjuk, persze, hogy itt vagy a kaput, és akkor most, na jó, bejött, és alkalom szűri a tolvajt, hanem hogy látta, hogy az egy azért elég komoly babakocsi, és bemászott, meg nyilván akkor nem egyedül lehetett, és persze elvitte. Mint szóval... ez a bringás se szerintem, aki bemászott, igen, a kertbe, és odaadta mondjuk, igen, valaki, igen, másnak a kerítésen keresztül. Édes hát Isten, nagyon sajnáljuk, Dri, de örülünk annak, hogy a gyerek megtanult sétálgatni. Ez igen, végül, hát igen, azóta már felnőtt, hát ki lehet, úgyhogy... Igen, hát akkor édes már egyszerűbb bemegy ez, igen, valószínűleg. Csak azért sokszor eszembe jut, mert azért nagyon szeretjük meg. Hát persze, gondoltam, hogy azt még jó áron majd el tudom adni, mert tényleg egy tök jó kocsi volt. Hát meg a tiéd. Más hát is ezt gondolta, igen. Igen, valószínű. Aztán nem néztem utána, lehet, hogy ott lett volna valami kérdezési portálon. Hát de akkor is mit tudsz csinálni? Oda mész, és mit mondasz neki? Ez hát az enyém, igen, volt, igen, igen. Dri, köszi, vigyázz magadra, jó utat! Sac pedig azt írja nekünk, sziasztok, a sztori nem velem esett meg, úgy hallottam, a keleti pályaudvaron egyszer ott maradt a peronon egy gazdátlan doboz, először megélhetési bűnözők akarták elvinni, de nem bírtak vele. Ezután egy hajléktalan nézte ki magának, de ő sem tudta elvinni. Végül két lány kihívta az ügyeletes tisztet, aki értesítette a rendőröket. A rendőrök már 10 perce álltak a doboz felett, amikor megjelent két nagy darab ember, akit mondták, hogy az övéki a doboz. A rendőrök kérdezték, mi van benne, mert nem bírták megmozdítani. Kovács Üllő, válaszolták a srácok, mi meg kovácsok vagyunk. Itt mertük hagyni, mert olyan nehéz, hogy senki se bírja elvinni. Isteni! Az milyen jó! Zseniális! Hát az mondjuk tényleg nem viszi el senki, az biztos. Még egy kis és szomorú történet a végére, és nagyon elgondolkodtató. Gyuri azt írja nekünk a Facebookon, néhány éve volt egy hajléktalan barátom, aki közben sajnálatos módon el is hunyt. Ellopták a rádióját, sosem felejtem el a szavait, ezt mondta. Milyen világot élünk, ha már tőlem is lopnak. Úramisten, hát valaki ellopja egy hajléktalan rádióját? Na jó, tehát ez... Nem tudom, igen. Ilyenkor, tehát úgy egyáltalán minimálisan elgondolkodik-e az ilyen ember? Nem hiszem. Fú, tehát ez most engem nagyon szíven ütött. 06-30-30-30-95-8, hát hasonló sztorikat nem szeretnénk hallani, bízunk benne, hogy nagyon nincsenek, de hogyha egy kicsit mondjuk szívderítőbb, azt megköszönjük, akár SMS-ben, akár pedig a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak. Sláger reggel! 4 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk, most megáll az ész és száll a képzelet. Igen, nagyjából itt tartunk, mert hogy ugye a veresegyházi srácról beszélgetünk, akinek ellopták a bringáját, ugye a mozgássérül, tehát neki a közlekedéséhez ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudja használni. Ellopták a bringáját, hála Istennek meg lett, de hát jönnek a sztorik. És még egy gyors közlekedés, ezt Gavi is megírta, az M2-es autóúton az M0-as autóúti csomópont előtt a 19-es kilométernél baleset, Budapest felé csak a belső sávon halad a forgalom, torlódásra kell készülni. Katia azt írja nekünk SMS-ben, sziasztok, nagyon jó a műsor, köszönjük szépen, nekem a fiam bicikliét lopták el a kisbolt elől, ismerték a gyereket, utána mentem, egy-két dolog hiányzott róla. Azt mondta a fiú, ha tudtam volna, hogy a tanárnője, nem vittem volna. Jaj, de aranyos. Hát ez milyen kedves ember. Ja, más bicikliét el lehet vinni, tanárnőjét nem. Most tanárnő, tudtam volna, nem viszem el. Uramisten. Na, biciklivel azért van még itt helyzet, mert hogy Andi is itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt. Sziasztok, szép napot mindenkinek! Hello! Nektek honnan bugázták el a bringát? Hol nem fogjátok elhinni. Egy budapesti lakótelep második emeleti erkélyéről. De várj, az hogy? Létrával hát másztak fel, vagy hogy? Ez az. Na most ez a történet több mint 30 éves. Nyilván elfelejteni nem lehet, én annyira különlegesnek tartottam, de megfejteni azóta se tudtam. Szóljatok, ha van valami ötletetek. Hát figyelj, mi próbáltunk itt a Tomival gondolkodni, mert hogy, tehát azért a második emelet az már magas. Oda hát hogy azért mászik az már nem fel? Igen, mert az elsőre még azt mondom, hogy hát mit megy létrát oda támasztasz, és akkor úgy talán. Nyilván nem akarunk ötleteket adni, de hát most végig gondoljuk. De azért a második emeleti erkély, tehát hogy az föntről, kampóval, vagy... Igen,
igen, igen, valami ilyesmi, nem tudom. De rendőrségi nyilván ügy lett belőle? Nem ki. Ja, akkor nem lett belőle rendőrségi ügy, ugye? Hát, figyelj, mit tud csinálni? Nem semmit. Csak azért, hogy hát, ha a rendőrök, ugye okosabbak, már több mindent láttak, hogy el tudták volna mondani, hogy esetleg hogy történhetett. Mert ez már, hogyha az erkélyedről viszik el, az már betörés, nem? Az már betörésnek számít, tehát az igen. Már nem az van, hogy lopás, hanem az betörés. Szóval ha? Ezért egyszerűen, uramisten. De hogy már bocsánat, nem tudom, hogy milyen bringa lehetett 30 évvel ezelőtt, de hogy tehát, hogyha mondjuk egy, nem tudom, egy karbonvázas országúti bringa, ami mondjuk ér másfél millió forintot, azért azt mondom, hogy mondjuk igen, azért megéri felmászni a másodikra. Igen, de hogy azért ennyi melót belefektetni? Hát ez egy 10 éves kislánynak volt egy teljesen átlagos biciklije. Édesem, de csalódott lehet. Egy 30 évvel ezelőtti, ugye? Jézusen. Hát köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Hogyha a hallgatóinknak lesz esetleg okos ötlete, vagy tudják, hogy ez hogy történhetett, akkor írják már meg nekünk, mert mi magunk nem jöttünk erre rá. Nagyon köszönjük. Igen. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Szép neked napot. Szia. Hát tényleg, hát ha sikerül megfejteni. És szürreális történetek még jönnek a Facebookon. Béla azt írja, hogy nálunk a jászságban ez mindennapos volt korábban, hát hogy ilyen. Elvitték a biciklit. Lezáratlan kerékpártól nem volt szabad 2 méterre eltávolodni. És Norbi azt írja, hogy sziasztok, szép napot, nálunk a kutyánkat mérgezték meg, aki sajnos elhunyt, csak azért, hogy az előttünk lévő autószerelőhöz betörjenek, de végül csak egy emelőt vittek el. Az nagyon szép. Egy családtag élete egy darab emelő miatt. Azt a... Jött még egy üzenet, hasonló megfejtésre vár. Haveromiknál a 10. emeletre törtek be az erkélyen keresztül. Azóta se tudják, hogy hogy. A 10. az erkélyre. Ne, hát ez hogy? Hát ki hát megy hogy? Oda, pókember? Hát ő volt, megvan. Na, már is tudjuk. Hát de Tomi. Direkt útinfok, és jövünk vissza. És most indul a Sláger reggel. Sláger. 8 perc múlt 8 óra, jó reggelt kívánunk Vardán Petrával. És Viktorin Tamással. Az extrém hideg a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet, sokan kinevetik a kutya, cipős, kutyaruhás kutyákat, de bizony van az a hideg, amikor be kell öltöztetni őket. Ezzel folytatjuk, jó reggelt! Kereken 4:90, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Túl vagyunk, vagy olybá tűnik, hogy túl vagyunk a hét, illetve hát az idei tél leghidegebb éjszakáján. Ugye mennyiket írtunk most itt? Vagy mínusz 15 fok. Hát igen, ez volt talán ugye a csúcs, de mondjuk így Budapesten ez a mínusz 8-9, nagyjából ez volt meg. És hát hogyha így megnézzük, nyilván a kutyasétáltatás, ugye az este 8 után mint nagy tömegprogram leginkább működik. Azért ebben a hidegben nagyon kell figyelni a kutyára is, például a kisebb kutyákra. Főleg érdekes, mert pont ezt olvastuk, hogyha ugye mosdatják a kutyákat, tehát hogy egy télen is megfürdőrözték őket, akkor ugye ez a fagyú réteg a szőrükről, ami egyébként mondjuk a hideg ellen védene, az ugye lejön, tök jó, igen. Finom baba illatú a kutya. Csak neki annyira nem jó. Neki igen. Annyira nem jó, tehát ez az öltöztetés azért ez nem feltétlenül egy ilyen bolondság. Itt van velünk a vonalban Schneider Kinga, a Budapesti Noé Állatotthon PR munkatársa. Jó reggelt! Jó reggelt, szia! Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Szerinted mely kis kutyákat kell kutyaruhába öltöztetni, és egyáltalán hogyan óvják például azokat a kutyusokat, akik pedig kint vannak a kertben, mert azért nagyon sok ilyen kutya is van, pláne az agglomerációban is. Hát először szerintem beszéljünk róluk, mert hogy ebben a hidegben ők vannak nagyobb veszélyben. Igen, igen. Azok igen. Az állatok, akiket kint tartanak. Én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy extrém hideg van, úgyhogy ilyenkor hadd menjenek már be egy előszobába, ugye? Egy kazánházba, esetleg egy garázsba. Mondjuk én nyilvánvalóan annak vagyok a híve, hogy együtt élek az állataimmal, mint családtag, úgyhogy nálam ez nem kérdés, hogyha melegben vagyok, ők is melegben vannak. De tudom, hogy nem mindenhol van ez, viszont ezekben az extrém hidegekben, tehát Pilis Csabán mínusz 20 fokot mért a barátnőm, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon hideg van, úgyhogy, de mindenképpen ami nagyon fontos, legyen megfelelő búvóhelye, de ez egyébként nem csak a kutyákra, cicákra és mindenféle olyan állatra vonatkozik, akit kint tartunk ilyen extrém hidegben, tehát legyen megfelelő búvóhelye, mondjuk legyen megfelelő háza, ez legyen szigetelt,
ne a földön álljon, akár már egy raklapra föltesszük, vagy négy lábat csinálunk neki, már teljesen jó, mert akkor alulról legalább van egy hőréteg, ami szintén szigeteli. Legyen szigetelt, ma már annyira könnyű megoldani, olyan jó hőszigetelő anyagok vannak, amit mi otthon egy óra alatt kívülről, belülről rárakunk. Amit nagyon ajánlunk, hogy ne rongyot tegyünk ezekbe a házakba, mert azok bepárásodnak, átmentetnek, a havas kutya, a cica bemegy, hanem szalmát. Aha. Most már szalmát az összes kertészetben lehet ilyen kisbállás szalmát kapni, tényleg fillére kérdez, most komolyan mondom, és nincs semmi dolgunk, mint hogy egy pici lécet felszerelni a bejárat elé, hogy ne sodorja ki a szalmát, ahogy közlekedik kibe, és ahogy fogy, vagy ahogy megy le, töltögetni alá, átveszi a kutya testének a hőmérsékletét, levezeti a vizet, nem párásodik be, és hát imádják az állatok, ezt a Noi Állatotthon tapasztalatában mondhatom, mert mi csak ezt használjuk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk benne feküdni, és a bejáratnál, a cica kutya ajtó bejáratnál pedig alkalmazunk hőfüggönyt, ebből vannak az átlátszó műanyag, amiket nagyon szeretnek, mert kilátnak, belátnak, nem annyira félelmetes számukra, de ha erre nincs módunk, akkor egy régi szőnyeg, duplán hajtott vastag pokrot, bármi jó, ami eltakarja a bejáratot, a kutya könnyen tud kibemozogni rajta, viszont mivel eltakarja a bejáratot, így a kutya saját testhőjével fel tudja ezt melegíteni. Képzeld el, hogy a mi barátaink annyira zseniális kutyaházat vettek, ami fűthető, mert az ő kutyáik is egy nagy testű kutya kint van, de olyan meleg van a házban, hogy én bedugtam a kezem, megnéztem tényleg, hogy ez hogy működik, és valami zseniális. Kicsit be tudom, is vackolt oda egyébként, Petra. Nem, de tényleg kipróbáltam, és így megnyugodtam, mert én is mindig aggódom azokért a kutyusokért, akik kint vannak, mert az valami borzasztó, hogy egyébként őket kint hagyják. Azt a kedves hallgatók nem látták, hogy az volt, már ugye nagyon fagyott a föld, pedig a Petra próbálta elásni a csontokat, miután leszopogatták, de hogy nem tudta, hát szóval... De nem, de tényleg olyan jó pofa ilyen házakat lehet kapni, és nem is ilyen irreálisan magas áron. Tehát, hogyha valaki már kint tartja a kutyusát, és mondjuk tart egy kutyát, aki azért nyilván egy családtag, vagy hát remélem, hogy sokan így gondolkodnak róla, akkor azt tessék megoldani ilyen hidegben. Tök igaza van Kingának. Így van. És amire még nagyon oda kell figyelni, hogy hideg ide, hideg oda, az állataink inni szeretnének. Szükségük van a folyóvízre, ami ilyenkor ugye befagy nagyon gyorsan, úgyhogy ezt naponta többször kell cserélni, legalább kétszer-háromszor, és ugye az a lényeg, hogy minél nagyobb felületű legyen a víz, hogy annál nehezebben fagy be. Azt viszont nem, tehát, hogy nem meleg vízzel töltsük föl, mert hogy, hát most nem bonyolodok bele ennek de hamarabb megfagy, fizikai dolgokban, de hamarabb megfagy a meleg víz. Így van. Tehát, hogy valamint ilyenkor ugye azért több tápanyagra van szüksége azoknak az állatoknak, akiknek saját magukat is fűteniük kell, és hát bizonyosan nagyon jól esik neki, hogyha nem hidegen, hanem egy forró levessel leöntve, vagy eleve, hát a forrót most az idézőjelbe teszem, tehát meleg levese, tehát nagy megégessük persze az állatunkat, tehát hogy meleg levessel leöntve, vagy eleve valami finom főzött ételt kapnak ilyenkor, az nagyon-nagyon hálás dolog. Tehát, hogy azok az állatok, akiket kint tartunk, ilyenkor sokszoros figyelmet igényelnek. Sokszor-sokszoros figyelmet. Sajnos minden évben van tragédia, nem gondoltam volna, azt hittem jó lesz. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezek a gazdik mit mondanak, hogy nem gondolta volna, hogy kint a mínusz 20 fokban, vagy a mínusz 15-ben a kutyájának lehet baleszkod? Szóval még jól el volt. Tudod, megfagy a 13-4-5 éves kutya, tavaly még jól el volt. Hát igen, csak idősödik a kis... Szóval, hogy, tehát, hogy ezek ilyen rossz dolgok, igen, és nem lenne szabad, hogy előforduljon. Igen. Persze tudom, az sem lenne szabad, hogy előforduljon, hogy emberek fagynak meg, én ezzel 100%-ig tisztában vagyok. Az a lényeg, hogy minden körülöttünk élő lényre oda kell figyelni, és nem szabad csukott szemmel elmenni mellettük. Ez rettentően fontos, legyen az ember vagy állat, mi ezt valljuk. Ami pedig a fürdetést, meg a sétáltatást, meg a ruházkodást illeti, szóval... Azok az állatok, akiket bent tartunk, ott nyilván számolni kell azzal, hogy elképesztő nagy a hőmérséklet különbség, ha kimegy,
meg ha bent van a házban. Mert ugye a fűtött házakról beszéltünk, de azok úgy vannak kitalálva, hogy azért nem olyan meleg van alapvetően, mint mondjuk a lakásban, igen, hanem ad egy alapfűtést, amire a kutya testhőmérséklete még ráfűt, tehát sokkal kiegyenlítettebb, ahogy kibeugrál a kutya. De azok, akik ugye benn vannak a 20-22-23 ki mennyire fűti föl a lakását lakásban, és utána kimennek a mínusz most 10-be, ugye, hát ott egy elég komoly hőmérséklet különbség van. Én azt szoktam mondani, egy, a kutyákat amúgy sem kell halára fürözteni, tehát hogy azért ez inkább a mi kívánságunk, hogy őket kozmetikázzuk meg, fürdessük, de a téli időszak egyáltalán nem alkalmas arra, hogy fürdetve legyenek a kutyusok, pont azért, amit ti is elmondtatok, a szőre elveszi azt a természetesen fölépült saját ellenálló képességét, hőszigetelő képességét, ami amúgy ki van számára találva. Úgyhogy én sem javaslom, hogy nagyon fürdetgessük, kozmetikázgassuk az állatainkat a téli időszakban. A kutyaruha más kérdés. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván nagyon szépek vannak, meg nagyon cukik vannak, meg nagyon divatosak vannak, de elsősorban ugye itt a gyakorlati hasznát kell nézni. A kutyáknak, bizonyos kutyáknak bizony szüksége van rá. Az egészen picikéknek azért szoktuk ajánlani, mert nagyon-nagyon közel vannak a hideg földhöz, ahogy sétálnak. Konkrétan nagyon közel van a pocakjuk, az egész kis testük, és hát megfázhatnak. Tehát itt azért ilyen téli időszakban nagyon gyakori a nem csak a klasszikus felső légúti megbetegedés a kutyusoknál, hanem a hasmenéssel, egyéb ilyen dolgokkal járó bélhúrút, ami szintén egyfajta megfázásnak az eredménye. Aztán az idősödő, vagy ne adj Isten, ízületi problémákkal küzdő kutyusoknak megint ajánlom a kutyaruhát, de hát az azért legyen megfelelő helyen védve, úgy kialakítva, hogy azért a kutyát ne zavarja, könnyen tudjon benne mozogni, tehát hogy nem lehet általánosítani, itt megint a gazdiknak a józan belátó képességére van szükség, hogy azzal ártanak, vagy használnak a kutyusnak, vagy inkább csak a saját maguk örömére tesznek föl egy ruhát. Jó, hát bízunk benne, hogy ezt meg tudják ítélni, és így járnak el a folytatásban is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen, köszönöm, és sok hasznos tanácsot is. Köszönjük szépen. Nagyon szép napot kívánok neked is. Neked is. Schneider Kingával, a Budapesti Noé Állatotthon PR munkatársával beszélgetünk, és hamarosan Király Lindát is hívjuk, mert neki két tündéri kis Boston terriere van, és hogy ő beöltözteti-e őket, Seventh és Brooklyn, ez majd kiderül. Sláger reggel! 5 perc múlva 9. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással, és már is itt van velünk Király Linda, akinek két tündéri Boston terrierje van, Seven és Brooklyn. Szia, jó reggelt! Reggelt. Szia. Sziasztok, jó reggelt! Ugye arról beszélgettünk Schneider Kingával is, a Budapesti Noé Állatotthon PR munkatársával, hogy kell óvni azokat a kutyusokat, akik mondjuk kint vannak a kertben. Ők nyilván veled bent vannak a házban, de amikor kiviszed őket, gondolom, ebben a nagy hidegben, azért kell rájuk egy kis kutyaruha, nem? Mert ők azért rövid szőrűek, fász hatnak ki, hát nagyon. Abszolút. Hát még a picit még nem vihettem le, amíg nincs meg az utolsó oltása, viszont a Seventh muszáj fölöltöztetni. Hát igen, rövid szőrűek, és egy kis levegő, hideg levegő is már remeg. Ő már 16 éves, ugye, ha jól tudom? Így van. Mert én nagy rajongójuk vagyok, mert láttam, hogy az Instán készítettél nekik oldalt, és annyira édesek együtt. Nem ők készítették? Én azt hittem. Képzeld el, hogy nem, megkérték anyát, hogy ők csinálja meg. És anya nagyon jókat posztol róluk egyébként, imádom őket, hát, tök cukik igen, együtt. Nagyon édesek, hát teljesen megfiatalodott a szemem mellett, mert hát az utóbbi pár hónapban azért küzdöttünk az egészségével rendesen. Ugye epilepsziás, kiderült, hogy szívbeteg, volt egy hasnyálmirigy gyulladás, úgyhogy itt voltak küzdelmek, de amióta itt van a pici, hát játszik, együtt alszanak folyamatosan, nagyon helyesek. Figyelj csak, abban segíts nekünk, hogy én nem nagyon öltöztettem kutyát soha, mondjuk gyereket sem. Nem tudom, melyik az egyszerű. De hogy egyébként például ez mekkora meló, mert hogy ugye ránézek, nyilván amikor látom az utcán, hogy jönnek egy kis kutyával, és tokkal, vonóval fel van öltött, kis cipő, minden, ami a csövön kifér. Tehát, hogy egyébként ez mennyi időt vesz igénybe, illetve a kutya mennyire áll hagyja lehez? Magát. Hát igen, pozitívan.
Hát mivel, hogy a Seven-t pici kora óta öltöztettem, ő már teljesen hozzá van szokva, sőt, amikor megfogom a kis ruháját, akkor már ugrál is örül, mert tudja, hogy lemegyünk. A kis cipőt az felejtős, tehát hogy az, nincs az az Isten, hogy azt rá tudjam rakni a lábára, és ott maradjon, de a ruhát azt teljesen bírja, adja a kis mancsát, jobb a bal, nagyon cuki. Édesem. És van kedvenc felsője, vagy felöltője? Tehát nem mondja azt, hogy most a kéket? Persze, ne, igen. Ne, mutatja. Ilyen beszélgetésség. Milyen fura lenne. És képzeld el, Linda azt mondta vele, hogy figyelj, arról beszélgetek a kutyával, azonnal megírnak az újságok, hogy úristen, Király Linda megbolondult, igen, és csináltam a kutyáival beszélgetek. Vagy Instán írtak egymásnak. Igen. Nem, hát az igazság, hogy tényleg bármit megfogok, akkor már tudja, hogy az azt jelenti, hogy megyünk sétálni, úgyhogy szerencsére nincs ezzel gond, hát majd még a picivel gondolom, még egy picit fogunk küzdeni, mire megszokja, de igazából tudják, hogy ez mit jelent, és akkor szeretik. Meg hát a pici meg már látja a nagytól, hogy milyen beöltözve lenni, úgyhogy szerintem már nem lesz neki furcsa, mert mindent átvesz tőle, gondolom, tehát azért tanul a nagy, ugye, folyamatosan. Követi hát a divatot. Egyébként eszméletlenül gyorsan tanultam meg, hogy hova kell menni pisilni, hogyha muszáj bent pisilni, mert ugye még nem vihettem le. Úgyhogy van kutyavécé, és akkor szépen a Seven-től eltanult. A Seven meg ugye hiába viszem le napi háromszor, ő, mivel már 16 éves, ő már nem tudja úgy visszatartani, és meg ráadásul vízhajtókat is szed a szíve miatt, úgyhogy, de viszont megtanulta nagyon gyorsan a Brooklyn, hogy hova kell menni. Van velük feladat akkor rendesen? Van. De van. Érdemes őket követni, úgyhogy nézzék meg Linda oldalát, és onnan abszolút egyből azonnal át tudnak menni, mert zseniális. Nagyon édesek azok a képek, amiket posztolsz róluk. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szép napot nektek. Puszilunk. Szia. Hát igen, itt 16 éves kor fölött azért már nekem is voltak ezzel problémáim. A pisiléssel? Hát, jó van. Hát már bent. Hát igen, mert már bent kellett ugye kivenni. Tehát, hogy, nem tudtam megvárni, amíg lemegyek az utcára. Igen. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva, 9 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Azért megoszlanak itt a vélemények kutya ruha ügyében, ugye Schneider Kingával, a budapesti Noé Állatotthon piárosával beszélgettünk, arról ugye, hogy mennyire vigyázzunk ebben a nagyon hidegben az állatainkra, pláne a ház körül élő állatainkra, és Sanyitól jött egy üzenet. Sziasztok, kutyára ne adjatok csizmát, tehát macska körömmel. Tegnap Normafánál láttam egy kisebb kutyát, akire a gazdi adott 4 csizmát. A két hátsó ráadásul fel volt kötve a farkára. Azt gondolom, hogy ne hagyja el, nem? Iha, tehát, valószínűleg hogy, igen, nem tudom. Nem tudom, hogy az úgy tűnik, hogy hagy, igen. Először viccesre vettük a figurát, mert tudtam, hogy a kutya nagyon fel fogja emelni a lábát, hogy kimásszon a ráreszekolt csizmából. Sajnos nem sikerült neki, és így nem is akart elindulni. A gazdája rángatta kicsit a porrászt, aztán az ölében vitte. Szerintem oktatni kéne a kutya gazdikat is, mielőtt kutyát vehetnének. Hát néhányat, igen, ebben abszolút egyetértünk. Krézi Karesz is írt nekünk egy üzenetet. Sziasztok, csak egy régi sztori, a barátomnak régen volt egy Jack nevű kuvasz kutyája. Egy éjszakai havazás után vitte a reggelit a kutyának, a kutyaház üres volt, lábnyomok nem voltak a hóban, néhány méterre volt egy gőzölgő, fekete folt a hóban, ott feküdt, teljesen behavazva a kutya, simán csak ott aludt. Igen, ilyen sztorikat hallottunk, hát a kuvasz, a jugoszláv farkasölő, igen. Azért, igen, tehát hát ezek a kutyusok arra vannak kitalálva, így van, vagy hogyha mondjuk kiraksz egy malamutot, vagy egy házkit, akkor ő várja és boldog attól, hogyha kint lehet a hóban, és hogyha végre van egy kis hóes. És nagyon szépen köszönjük a sztorikat. A folytatásban pedig, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy minden, amit elterveztünk, az fel fog borulni, mert... Hogy remélem legalábbis. Nagy valószínűséggel, igen. Hát Peti már integet nekünk, igen. Azt hiszem, hogy ezzel biztosítanak minket erről, mert hogy az Irigy Hónai Mirigyből érkezik Sipos Peti, Sipos Tomi, illetve remélhetőleg Pap Feri is megérkezik, mert hogy hát 30 évesek lesznek, voltak, ugye szilveszterhez köthető, úgyhogy... De akkor végülis most egész évben ünnepelnek. Egész évben ünnepelnek, és hogy szegények végre mikor tudják megtartani a koncertet, majd arra is kíváncsi leszek, mert azért az borzasztó lehet arra felkészülni, hogy van egy dátum, oké, akkor lesz egy 30 éves bulink, aztán utána azt módosítani, na, de hogy mi a következő, erről is beszélgetünk majd. És most indul a Sláger reggel. Sláger. 7 perc múlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. Viktorin Tamással. Egyszerűen imádtuk az Irigy Hónai Mirigy istenes csobot Zovizó cover paródiáját. A srácok már egyébként 30 éve nevettetnek minket, úgyhogy már is velük folytatjuk. Előbb viszont még itt van David Guetta. 1 perc múlva 4:10, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. Viktorin Tamással. Sipos Tomival, Sipos Petivel és Pap Ferivel. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Jó reggelt.
Szerinte készülsz már valamire egyébként, hogy ilyen barna vagy? Valami produkcióra? Pákó leszel? Most átveszem a Pákó szerepet. Hol barnultál? Most a Szoliba. Ja, azt hittem, te is valami szép helyen voltál. Kapott egy 10 alkalmas bérletet a karácsonyra, de nem is jártam. És világít a szeme nagyon durva. Benn maradt. Srácok, nagyon hangulatban, hogy Tomi az egyedüli halló, ahogy nézem. Te felkaptál egy fülest azért. Igen, én felvettem. Kapott egyet. Szeretem a fülest. Azért készültök, mert hogy 30 évesek vagytok. Azért ez valahol egy kicsit durva most minden poén nélkül, nem? Tehát én nem gondoltam valahogy, hogy 30 éves. Ha rájuk nézel. 4 éves korunkban kezdtük, igen. És azért vagyunk, hogy mindig ennyire fiatalosak. Hát bizony elrepült ez a 30 év. Most, hogy nézegetjük a régi videókat, meg előkerülnek olyan dolgok, hogy azt a tényleg, kapunk régi fényképeket, most is kaptam például olyan fotókat, de nem, ez hol készült, nem is emlékszem rá. Jó, hát mindenre nem emlékezhetsz, mert azért nyilván voltak jó bulik. Az első 20 év kimaradt. Ráadásul most januárban Tominak most volt 14-én, és nekem tegnap, úgyhogy ez... Isten éltesse sokáig, boldog szülinap. Nagyon küldünk egy kapcsot is. Isten éltesse. Kapcsot, küldjetek ajándékot. Kapcsot ajándékot. Figyeljetek, itt vannak gyönyörű CD-k, ha gondoljátok, egy papritát fel tudunk ajánlani ajándékba kettőtöknek. Én a tokot viszem a Tomi a CD-t. Figyelj, megkeressük, hát ha van fásis. Szóval, hogy készültök a koncertet, de azért az elég idegörlő lehet, hogy már elvileg lett volna a 30 éves jubileumi koncert, aztán ezt a korona miatt el kellett halasztani, de hogy megvan a következő dátum, az oké, de hogy tudtok arról valamit, hogy most az valóban meg lesz-e, vagy mi lesz? Hát igazából szerintem senki nem tud még semmit június 5-éről, mert akkor lenne ez a neves dátum. Én azt gondolom, hogy ha ebben a tempóban alakulnak itt a vakcinakérdés, akkor lehet, hogy bajba leszünk, de hogyha egy kicsit fölgyorsul, ezt nem lehet tudni. Szerintem még a kormány is egy-két hétre tudhatja előre, tehát még nagyon bízunk benne, hogy lesz, sőt, mi még úgy állunk hozzá, hogy lesz. Csak hogy tudtok így tervezni? Mi minden esetre készülünk. Igen. A lényeg az, hogy a látványtervek, a műsor, a színpadi díszletek, azokat mindent megcsinálunk, és ott lesz egy dobozba, csak azt mondják, hogy mehet, akkor play, és indul a buli. Maximum annyi, hogy a próba időszakot hát úgy osztjuk be, de azt már látjuk azért egy-két hónappal előtte, hogy belefér, vagy nem fér hát bele. Meg egy kis plusz próba nekünk sárt akkor. Szerintem igen, a úgy fogjuk hívni, instant buli, tehát egy kis vizet adunk hozzá is. Van egyébként B-verzió? Tehát hogy tudjátok ezt B-verzióra tenni? Hát ez ugye a rendezvény szervezőjének a kompetenciája, hogy egyébként áprilisban fognak erre végleges választ adni, hogy lesz-e buli, vagy nem lesz. És akkor ugye nyilván akkor ki is jelölik azt a dátumot. Tehát mindenképp a buli mindenképpen lesz, tehát aki eddig vett jegyet, az nem fog attól elesni. Tehát mi is szeretnénk megtartani. Csak hát ugye még ezt azért az április meg kell várni, mert azért addig sok minden lefolyik a Dunán. Én pont arra gondoltam, hogy úgy kéne hirdetni a koncerteket ezentúl, hogy van egy koncert. Teszem azt, irigy, hónaj, mirigy. És akkor nem adunk hozzá dátumot, ha valaki el akar jönni, ez úgyis megoldja. De várja, visszaválthatja a jegyét, tehát szíve a joga, és végre ki lesz hirdetve, hogy mit tudom én, szeptember 84-e, akkor sajnos nem jó, mert pont elutazunk, akkor visszaválthatja. De ha azt mondja, hogy el akarok jönni, pláne egy Pest és Pest környékén, azért meg tudják oldani az emberek, azt gondolom. Tehát nem is kéne dátumot hirdetni, hanem lesz ez a 30 éves buli, amikor meg lesz tartva, mindenkit szeretettel várunk. Én biztos nem úgy állnék, hogy már tegnap volt. Ja, Isten, megvan a jegyem, de tegnap volt. Hát ahogy az első 20 évre emlékszel, igen, már előfordulhat. Hát Tomi volt, hogy másik színházba ment, és kereste, hogy az előadás, mi van? De jó, lehet parkolni. De jó, mi alig jönnek még. Így büfébe lehet parkolni. A büfébe se senki jön, mert ez nem egy tememben. Együtt is voltunk ezt, hogy kerestük. Pont a Szolnoki Petit akartuk megnézni a Bomba Musical-be, és ott nézegetjük, hogy ezt mai szereposztást nézem. Hát azt mondta, Peti, ma lesz, néz. Gyerekek, de mert már a büfében rendeltük, és már itt volt az üdítőt. Teljesen másról volt. Szerencsére közel volt, mert ugyanabb az utcában. Igen, gyalog átértünk csak. Annak azért örülünk, hogy ebben az időszakban is tökre termékenyek vagytok. Tehát az Istenes Csobot párost, ahogy kiparodizáltatok, az valami zseniális. Úgyhogy szerintem ebben hallgassunk bele, mert ez elég nagyot ment, és nagyon szerették a rajongók. És igazából ebből az volt a szép, nem? Tehát, hogy ők azért ebbe a halál azán beleálltak, nem? Igen. De na, jó fejek. Hát a Bence amúgy is mindenkit szanaszét savaz, úgyhogy ha ő sértődött volna, meg az fura lett volna. Hát mondjuk azért lett volna mind, de... Együtt a csúcsra biztos németül mi eljutunk. Nem jön be, nem baj, majd a spárban polcot rámolunk. Most olyat kapszunk, hogy becsapizol. Kiposztoljuk az Instagramra, jó, ha nagyot szól. Néha elég is
és ennyi szó, ami szó, meglásd, hát többet csak izó. Azért valahol az a keményebben, hogy hát jobb, mint az eredeti, vagy mit szokás mondani erre, szóval. Egyéb iránt ezzel a dallal nagyon nagy mákunk volt olyan szempontból, hogy ugye az Istenes Bence meg az Adél azért mégiscsak egy elég fajsős közszereplőnek számít ma, és hogy elkezdtek énekelni már mint így együtt, ez nekünk egy tök jó fórum volt, mert lehet, hogy amúgy a Bencét például nem tudtuk volna kiparodizálni, mint műsorvezető, de így, hogy egy dal formájában jelentek meg, így nekünk ez tök jó volt. Mondjuk ez egy rádió műsor, itt azért látni kéne, hogy micsoda gyönyörű csobot azért vagyok én. Hát gyakorlatilag a vazulini fiatalon. Vasorrubába. Az a szép, hogy fönt van a kulcsontod nála mellett körülbelül. Hát én is úgy néztem ki, aki megette az Istenes Bencét. De egyébként pont az a jó, hogy a mostani időszakban sajnos a legtöbb dal az mindig szomorú, mert ugye a járványhelyzet, stb. És hogy végre találtatok olyat, ami azért vidám, és abból persze, lehet. Hát mondjuk Peti arca azért igen, de még vidám. Önmagában vidám. Srácok, maradjatok, még mindjárt ingyen folytatjuk. Ingyen folytatjuk. Ingyen folytatjuk. Ingyen folytatjuk. Jaj, de jó! Sláger reggel. 6 perc múlva 9:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. Viktorin Tamással. És igen, keserű hangulatban, hát végig sírdagáltuk itt az Irigy Honaim Irigy magja itt van velünk, a Sipos testvérek, illetve Pap Feri. Sziasztok, jó reggelt. Sziasztok. Kömény mag. Srácok, ugye készültük a 30 éves koncertre, ezt már mondtuk, de hogy tudom, hogy vannak emlékezetes pillanatok, mert nyilván voltatok olyan helyen is az elmúlt 30 évben, ami hát nagyon pici, de mégis a szívetekhez nőtt, és óriási arénákat is azért megtöltöttetek. És nem is biztos, hogy mindig azok a legjobb bulik, nem? Hát azért jó bulik ezek a nagy koncertek, tehát teljesen más hatása is van a lelki persze. világodra, meg más a pénztárcádra is. De, ezt mondjuk megérteni. Hát drágább a büfé. Alapvetően azért... A Feri mindjárt elmeséli az első BS utáni koncertünket, tehát tulajdonképpen ennek a sztorinak, amit majd mond, az, annak tulajdonképpen az volt az üzenet, hogy na ez, azért ez a való élet, nem ami tegnap este volt, tehát... Ugye, mert hogy az volt, hogy az első aréna koncertünk után rögtön egy diszkóba mentünk egy ilyen hakkira. Egész pontosan, mert most már te lehet, hogy nincs itt, hogy Jász Talány mazászok sörözőbe. Óriási volt, gyerekek. Megérkeztünk, és hát a diszkós, hát már hangulatán lehetett. Azt kérdezte, hogy hol a... Ez a Irigy Honaim Irigy. És akkor megkaptuk az öltözőt, kézzétek el, hogy öltöző ez, volt hát a tulajdonképpen igen, ez tulajdonképpen mezőgazdasági helység lehetett régen, tehát disznókat neveltek mellettünk, és a színpadhoz, hogy át tudjunk menni, rendesen tyúk kakába kellett átcsinálnunk. Röfögtek a disznók, és úgy mentünk el a színpadig. Tehát abban a pillanatban tudtuk azt, hogy a BS után gyerekek itt is van. Úram Isten! Itt van az még az helyünk. Kicsit éles a kontraszt. Tényleg volt olyan, hogy ugye játszottunk a régi Népstadionban Tina Turner előtt, aztán játszottunk a Pécsen egy diszkóba nulla nézőnek. Igen, tehát az ilyen is volt, hogy kettő párocska táncolt, és mikor bemondta a diszkos, hogy és most akkor színpadon az Irigyen, azok is hazamentek. Tehát az elején sok ilyenbe beleszaladtunk, vagy a rossz reklám, vagy éppen a konkurencia rányított ezekre a helyekre. Volt, hogy egy ennél kisebb szobába, egy kőbányai panellakásba, zokniba léptünk fel, mert le kellett venni a cipőt. Ott is hakni volt. Ez nem is volt olyan régen, ez egy 2 éve volt. De egyébként az is egy aréna koncert után volt nem sokkal. Igen. Pont az egyik technikus kért meg, hogy ott lepjük meg a családját, meg minden céges buli, és ott ültek 6-an egy kanapén. Egy bőrkanapén ültek. És egy hifitoronyról szólt a zene. De egyébként az a tök jó a ti koncertjeitekben, hogyha megnézzük, azért a közönségben ott vannak a szülők, a gyerekek, és már azok, akik rajtatok nőttek fel. Tehát még ilyen picik voltak mondjuk, és most már 30 hát évesek, amikor hallották a zenéteket. Most már 3 generációsok lettünk, igen. Szerintem, hogy lehet, hogy több is így 30 év alatt. És ti meg nem öregszetek, milyen mázli? Ez tényleg én tényleg meg vagyok lepődve sokszor, hogy egész kisgyerekek ismerik a Mirigyet. Valószínűleg annak köszönhető, hogy sokat ismétlik a különböző humor, meg nem tudom milyen csatornák, a régi műsorainkat, és nem valószínű, hogy értik az vannak olyan poénok benne, ami arra az időszakra szólt, ami éppen akkor voltak celebek ki, meg mit tudom hogyan, de tetszik nekik az, hogy énekelünk, meg ilyen jelmezbe vagyunk, olyan jelmezbe vagyunk, és a gyerekek ezt valami viccesnek fogják föl. Azért mondjuk egy 10-15 éve egy kicsit több muníciótok volt, nem? Tehát most azért hát már lényegesen, hogy nagyon fel van gyorsulva a világ, tehát itt egy sláger, hogy szinte egy hét alatt el tud tűnni, meg fel is tud. És ugye azonnal reagálnak. Azért ugye régen egy Demjén óta megjelent, az évekig vezethette a slágerlistát, most egy slágerlista szerintem, ha
két hét, ezt tudjátok legjobb, két hét alatt akkorát változik, hogy szinte nem is tudod, kik az előadók. Hát meg nem különben azt, hogy azt mondod most bárkinek az országba, odavész az utcán, és megkérdezett, hogy hogy néz ki a Demjén Rózsi, vagy a Pataki Attila, vagy a Horváth Csárli, vagy a nem tudom ki, akkor azt egyből vágja mindenki, és a maiak közül már azért már lényegesen kevesebbet. Tehát nekünk is egy kicsit így szűkült ez az olló, hogy... Meg hogy vannak ezek az insta celebek, tehát hogy azokkal egyáltalán... Tehát, hogy azokkal... Na, köszönöm szépen! Talán jobb is, hogy egy páran nem ismerik fel őket, igen. Meg az olyan, hogy velük legalább nem kell semmit sem kezdenetek, mert nagyon produktum nincs mögött. Hát gyárjunk, most már mi is gyártunk. Gyártunk insta celebeket. Mint a Jatos. Jatos, kedven vannak. A Mitomin kedvence Jatos Tomi egyébként. Azért, mert igénytelen ő is. Na végre. Hát és ezért szeretjük. Gyönyörű zárszó. De viccelni fog. Azért nem baj, hogy jöttetek. De tényleg imádja Jatos Tomit. A hasonló elnevezésű televízió csatorna inspirálta. Már a Jattos, ugye? Igen. De egyszer láttam egy ilyen előadót egy ilyen műsorban, és akkor gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen ki kéne parodizálni. Ez is egy erős stílus, tehát azért nagyon sokan nézik és szeretik ezeket a úgynevezett mulatos sztárokat, és hát ez is egy szegmens, hogy ugye csináltunk mi a metaltól a népzenéig mindenféle paródiát, ez is abszolút egy olyan szegmens, amit sokan néznek, hallgatnak, szeretnek. De az a durva, hogy ezt elhiszik. Tehát, hogy a Jatos Tomi szerintem simán fog menni. Hát nem, hogy megy, hanem már az első is 1.200.000-es letöltésre volt, a másikat, a kettest, a második csapást, ezt tegnap raktuk föl, és az már 60.000, 50-60.000 milliárd. Nem, hogy úgy kérik a mirigyet, olyan a Jatos is. Itt tartunk. Nagyon köszönjük, srácok, hogy jöttetek, és nagyon sok sikert kívánunk majd a koncerthez. És legyen meg, így van. Nagyon szépen. Igen. Ráadásul csak szólunk, hogy eltudtuk a Tomival a szülinapi ünneplés 5-ére, úgyhogy az a június 5-ére. Boldog szülinapot, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen mindenkinek. Ciao. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3:40, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Én úgy szeretem ezt a számot, olyan, úgy megvan csinálva, tehát hogy látszik, hogy ebbe azért volt energia beletéve. És mosolyogsz, ha hallod. Lágja. Igen, igen, abszolút. Ugye? Uh-huh. Most azért, mert rágurultál a lábamra a székkel, de ez most független. Nem igaz, nem csak akkor lehet mosolyogni, hogyha például halljuk a Rockabye-t, hanem akkor is, hogyha mondjuk elmegyünk szánkózni, mert szerintem ott mindenki kb. Gyerek lesz újra. Szerintem az valahogy úgy visszahozza, és van ennek egy olyan egyszerűsége. Nektek volt olyan ez a három csúszó talpon, ez az orosz ilyen fölülős szánkó. Három csúszó talp? Tehát volt egy ilyen nyereg része, és akkor abból ilyen rudak jöttek le, és olyan volt nem egy volt. Olyan, és kormányozni lehetett, középen nem, volt egy ilyen. Nem volt? Nem. Képzeld el, nekünk volt, és én nekem, hát akkor valahogy pont úgy jött ki a lépés, hogy abban az időszakban, amikor én ezt mondjuk tudtam volna használni, és rá tudtam volna ülni, anélkül, hogy mondjuk lerúgjam a fülemet a térdemmel, akkor nem volt hó. Tehát, hogy én nem tudtam használni, és mindig így néztem, hogy ú, de jó lehet, hogy egy olyanra felülni, és akkor csúszni vele, mert azért ez tényleg úgy visszahozza a gyermeki létet. Ugye folyamatosan emlegettük, hogy ma van a leghidegebb éjszaka volt, az eddigi tél leghidegebb éjszakája, és ugye ma is még arra számíthatunk, hogy nagyon hideg lesz, illetve holnap is. Éppen ezért a hó még bőven megmarad, és hogyha szeretnének mondjuk akár a munka után, vagy a gyerekek miután vége van a tanításnak egy jót szánkozni, akkor segítünk abban, hogy ne kelljen messzire menni, hanem Budapest környéki szánkópályákat találjanak. Igen, és ugye az a szerencse, arról is beszélgetünk ugye reggel, hogy a mostani hó, ami esett, az leginkább egy ilyen porhó, vagy egy ilyen, mint hogyha műhó lenne, ami egyrésztről praktikus, mert az úton mondjuk annyira nem probléma, viszont a szánkózásra sem feltétlenül annyira tökéletes, de könnyedén el lehet jutni, például dobogókőre, ami egy szerintem egy klasszikusan nagyon jó szánkópálya, tehát ott azért lehet, de kisebb dombokat is simán fel lehet térképezni. Ugye az fontos, hogy hogyha északi irányban van a lejtő, akkor ugye tovább megmarad a hó, nyilván ugye a napsütés áldásos hatása nem érvényesül ott, tehát ott azért tovább lehet szánkózni. És én szerintem gyerekekkel elindulni szánkózni, akár mondjuk egy ilyen popsi-tepsivel is, tudod, ez a kukászsák deluxe verziója, ugye ez a műanyag tepsi, amire rá lehet ülni, tehát azzal is nagyon jókat lehet csúszni. Én tegnap voltam olyan mázlista, hogy a barátaink ismertek egy csodálatosan szép túraútvonalat, ami Nagykovácsiból indul, és rengeteg gyerekkel találkoztunk, akik ugyanezzel, amit mondtál, ezzel a popsi-tepsivel mentek le, de nagyon sokan hoztak komoly szánkókat is. A Nagy Szénás
Veshegyet, a Kutyahegyet tudom javasolni, illetve a Messzeshegyet is, mert ez egy olyan túraútvonal, ami Nagykovácsiból indul, és bármelyik irányba indulunk el, gyönyörű szép erdős részt találunk, illetve, hogyha megyünk egy picit tovább felfelé a domboldalban, akkor meg nagyon jó szánkópályák vannak ott. Tehát ott ennyi gyereket még szánkózni, hát mostanában nem láttam. De és jó. Nagyon örültek neki ők is, ugye a szülők is, hogy ki tudták őket hozni, picit le tudják őket mozgatni, és így legalább akkor nyugodtan tudnak aludni. Ott járhattatok akkor, hogyha én jól gondolom, én is kirándultam arra, meg túráztam, és pont télen ráadásul, hát ez már jó pár éve volt, de tudom, hogy iszonyú hideg volt. Ott vannak ilyen deszkából ilyen épített ilyen rámpák, amiről az ernyősök, siklóernyősök elrugaszkodnak. Tényleg? Na nem az nem van, nem, azt nem. Onnan de is jó. Lelátsz Nagykovácsira, tehát hogy fönt vagy azért elég rendesen, és egy nagyon jó kis túra volt, akkor is volt hó, és tudom, hogy kint álltunk egy ilyen meredé, a szikla szélén van ugye meg kialakítva ez a rámpa, és tudom, hogy olyan szél volt, hogy egy ilyen 40 fokban megdőlve álltunk szembe, hogy ne fújjon el minket a szél, de ettől függetlenül nagyon jó volt. És ugye nagyon fontos azért beöltözni is, tehát hogyha szánkózni mennek a gyerekekkel, akkor azért legyen ugye ez a zokni kívülre fordítva, stb. Mm-hmm. Tehát ez lehet trükközni azzal, hogy még ne menjen be a hó így alsónadrágig. És ha mondjuk Nagykovácsi nincs közel, akkor van egy tök jó ötletünk, szerintem a legegyszerűbb, hogyha Google térképen megnézik, hogy hol van a legközelebbi északi lejtésű domboldal, és erre például kiváló lehet mondjuk a Pátyhoz közeli Fenyves és Mézes völgy, ahol a hó szinte mindenhol elolvadt, az egyik északi domboldalon azonban maradt annyi, hogy kiválóan lehet rajta most is még szánkózni, úgyhogy ide is érdemes ellátogatni, illetve a Budai hegység, a Pilis, a Visegrádi hegység és a Börzsöny északi domboldalain is tudnak szánkózni, és az nincs olyan messzire Budapestről, úgyhogy szerintem bepattanak a kocsiba, elindulnak, és akkor legalább a gyerekek is jól érzik magukat. Annak ellenére, hogy most ugye ajánlottuk, de azért bízunk benne, hogy mondjuk talán nincsenek annyia, mint mondjuk akár a Normafán, ahol azért igen. tömeg van, vagy és mint föl se lehet jutni. Hát, így van. Igen. Hát bízunk benne, hogy egy jó programot sikerült ajánlanunk a kedves hallgatóknak, viszont van egy telefonszámunk is, a 0630303098, amin a nap emberét lehet jelölni. Jó, január 18-a, majdnem azt mondtam, hogy június 18-a van, még jó, hogy szánkózásra invitáltuk a kedves hallgatókat az imént. Szóval január 18-a van, hogyha esetleg születésnap, névnap, házassági évforduló lenne, akkor itt a nagy pillanat, hogy köszöntsék az ismerősöket, rokonokat, szeretteket. 0630303098, illetve a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak. Most pedig itt van Christina Aguilera. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 9 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Fordán Petrával. És Viktorin Tamással. Dina pedig itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Te szeretnéd jelölni a mai nap emberét? Ki legyen ő? Hola, Otto. És miért jelölöd őt? Hát, egyedül gondozza a feleségét segítség nélkül, aki szklerózis multiplexes, neveli a 17 éves fiát, és 3 éve már ágyba fekvő a felesége. Hát ezekért mind-mind külön-külön is megérdemelni, hogy ő legyen a napembere, és itt is van velünk, képzeld Otto. Jó reggelt! Jó reggelt, Otto! Jó reggelt! Szia! És ha jól tudjuk, akkor ti szomszédok vagytok egyébként, ugye? Igen. Otto, jár neked a hatalmas taps, mert így hogy te van. Vagy ma nálunk a napembere. És ó, nagyon köszönöm. Csodálatos erős ember vagy, ezt kell, hogy mondjuk, és hogyha jól tudjuk, akkor te most végeztél a munkában, ugye? Igen. Hol dolgozol, Otto? Én a Semmelweis Egyetemen dolgozom. Tehát egészségügyben dolgozott, és minden mellett még ezt a sok mindent megcsinálod, segítesz otthon a feleségednek, úgyhogy le a kalappal előtted, Otto. Köszönöm. Hát mi köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. És jó pihenést kívánunk, mert most lett vége az éjszakai műszakodnak, és Dina, neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy írtál nekünk, és jelölted Ottót. És a Dinának is köszönöm. Köszönjük. Vigyázzatok magatokra. Ó, hát Isten éltessen sokáig. Akkor előre az Isten éltessen, kedves Otto. Nagyon köszönöm. Sláger reggel. 4 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. Viktorin Tamással és Somogyi Zolival, hello. Ciao. Jó reggelt, kellemes hétfőt mindenkinek. Nem tudom, hogy hallottad de amiről 7 óra után beszélgettünk, hogy Veresegyházon ellopták egy mozgássérült fiúnak a bicikliét, és irtózatos üzenet áradat jött azzal kapcsolatban, hogy mi mindent loptak már el a hallgatóinktól. Te jártál már pórul?
Hogy loptak el? Tőled valamit? Mert itt volt olyan, akinek a 10. emeletről tűnt el, az erkélyéről a biciklije, a 4. emeletről, tehát olyan dolgok, történetek, igen. Amikor beköltöztem a társasházba, ahol most lakom, akkor pont utána nem sokkal volt egy olyan kör, amikor a teremgarázsból szedtek össze mindenféle cuccokat, betörök, nekem a fúrógépemet vitték el például. Aha, mert az volt így viszonylag elől. Tehát ott volt egy polcon, hát bent egy, tehát persze, van kertünk, tehát arra, kertkapu, igen, plusz igen. Még a házat zárva a garázsként, és valahogy bejutottak, és vitték. Ja. Szép. A szomszédom rosszabbul járt, nekik elvitték mind a két bicikliüket, ami ráadásul ilyen valami kicsit komolyabb. Drágább volt. Aha. És az volt a durva, hogy volt róla videófelvétel, mert hogy be van kamerázva, hogy a ház, a közös terek, és elvittük a rendőrségre, és mondták, hogy ez tök jó, de nem tudnak ezzel mit csinálni. Mondtuk, jó, akkor kirakjuk a szomszédba a boltba, meg a nem tudom, uh-huh. Azt nem lehet, mert a személyiségi jogaik. Ó, egyem mondta, a szívüket. Hogy, hát nekem aztán oly mindegy, majd akkor, ha reklamál a személyiségi jogai miatt, aki igen. Ott van a helyben vagyunk, akkor legalább tudjuk, hogy és egyébként mit csináltál ott nálunk. Ez gyönyörű. Nem rakhatod ki a képét? Nem, képzeld el, hogy nem lehet, mert ezzel megsérted az ő személyiségi jogait. Egyem a szívét, de pedig mondjuk mászik be a kerítéseden, és nyomja föl a garázskaput. Ő nem sérti meg a te jogaidat. Nem, semmi, dehogy is. Gyönyörű. Ja. Vigyázzanak az értékeikre, és magukra igen. is. Úgyhogy bocsánat, és még azt hozzátenem, hogy azt ott megállapítottuk a többiekkel, hogy mindenféle előítéletekkel szembe ment az, akik az elkövetők voltak. Tehát erről ugye rögtön sokak fejében elmél, a büstosa. Nem, két jóvágású szőke srác volt. Tehát, hogy akik úgy tűnt így bringázni, meg öltözékből, hogy valószínűleg nem szorulnak erre rá. Tehát, ja. De jó. Hogy brahiból csináltak, még jobb. Gratulálok. Hát, hogy ilyen jól működött nekik, hogy egyébként úgy tudtak öltözködni amellett. Tehát hát mindenki vigyázol az a baj, hogy nagyon, tehát hogy hiába vigyázol, igen. Biztosítás még az, ami sokszor igen. jól jöhet. Talán elmondani. Segít, így van. További jó rádiózást kívánunk Somogyi Zolival, holnap reggel 6-kor jövünk. Csók! Viszal!